Köszöntöm nézőinket! Ez a KVTV híradója december 4-én a Kazincbarcikán és a térségben történt legfontosabb események összefoglalójával. Üléseztek a városatyák, a jövő évi helyi adórendeletről döntöttek. Jöhet a tél, készen létben a Barcika Park munkatársai. Vállalkozók és civilek adománya, megújult a gyermeksürgősségi ellátás szobája. Rendkívüli ülés tartott november 27-én Kazincbarcika képviselőtestülete. A grémium többek között a jövő évi helyi adókról szóló rendeletét is tárgyalta. A múlt csütörtöki rendkívüli testületi ülésen a grémium döntött az Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási ZRT részére átadott tárgyi eszközök használati jogának rendezéséről. Beszámolót hallgattak meg a Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tevékenységéről, de a legfontosabb napirend egyértelműen a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról és az új adórendeletek megalkotásáról szóló volt. Az építményadó mértéke 2015-ben főszabály szerint nem változik. A magánszemélyeket illetően továbbra is érvényben marad a 100 négyzetméter alatti épületekre vonatkozó 10%-os kedvezmény. A jövőben induló beruházásoknak pedig érdemes lesz tájékozódni arról, hogy kijelöltek egy külön építményadó kedvezményt élvező területet a városban. A magánszemélyek kommunális adója, ha szerény mértékben is, de emelkedik 2015-ben. Szitka Péter a módosítással kapcsolatban úgy fogalmazott, a rendelet négyzetméter alapon határozza meg az adó mértékét, így a legtöbben alig fizetnek majd többet éves szinten. Azt kell látni, hogy mondjuk ma Kazincbarcikán 55 négyzetméter lakóingatlan alatt, tehát négyzetméterről beszélek, gyakorlatilag az éves mértéke az adónak 200 forinttal növekedik, ami egy nagyon minimálisnak mondható. Minél nagyobb négyzetméteren él egy adott család, a kommunális adó mértéke annál nagyobb, amit ugyanúgy éves szinten két csekken kell majd befizetni. A helyi adórendelet kapcsán Knop Richárd, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője azt mondta, frakciójuk álláspontja az, hogy az önkormányzat bevételei és a lakosság adóterhei között egy egészséges középutat szükséges találni. A kommunális adó kérdésében pedig ott is sávos határok születtek, 4000 forinttól 15000 forintos határszintig. Ott megint úgy éreztem, hogy egy picivel lehetett volna alacsonyabbá tenni, de természetesen én úgy gondolom, hogy ez mindig egy testületi döntés. A Fidesz-KDNP képviselője felhívta a figyelmet, hogy a rendelet szerint 65 éven felüli kisnyugdíjasok eddigi adómentessége megmarad, sőt a kör tovább bővül a 70 éven felüli haszonélvezeti joggal rendelkezők 30%-os adókedvezményi lehetőségével. Az iparűzési adóval kapcsolatos módosítás elsődlegesen a kisvállalkozásoknak nyújt könnyítést. Ez szerint a vállalkozási szinten számított 250000 forintos adóalapot el nem érő adóalanyok mentesülnek az iparűzési adó megfizetése alól. Ez a szabály a 2015. évi tevékenységet érinti, azaz a 2014. évi kisösszegű adókat még teljesíteni kell. Ebben annyi változás az, amit eszközöltünk és amit jóváhagyott a képviselőtestület, hogy kb. 160-170 cég van ma Kazincbarcikán, akik nagyon egy lábon állnak, és nagyon minimális a forgalmuk. Ezeknek a cégeknek az iparűzési adó alól való mentességet biztosítjuk. Fehérné Téglási Kinga, a Jobbik képviselője azt mondta, a párt helyi szervezete alapvetően a helyi adók csökkentését tartja kívánatosnak, így az erről szóló rendelet nagy részével nem ért egyet, azonban az iparűzési adóval kapcsolatos módosítást ők is támogathatónak tartják. Amit nagyon jónak tartottam, és nagyon örülök, hogy ami szintén a programunkban szerepelt, itt megvalósult, az ipari park betelepítésének a segítése azzal, hogy iparűzési adóból kedvezményt kapnak majd az újonnan betelepült cégek. Ez nagyon fontos, ez hozzájárulhat majd a munkahelyteremtéshez. Az idegenforgalmi adónál is történt minimális változás. Annak mértéke 100 forint per éj per fő mértékkel 400 forintra emelkedik január 1-től.
Szitka Péter polgármester a KVTV híradójának az ülést követően leszögezte, bár a központi kormányzati szándék az, hogy a települési adók köre folyamatosan bővüljön, és azokat a terheket, amelyeket központilag nem vetnek ki, helyi szinten az önkormányzatok szedjék be. A grémium támogatta, hogy új települési adót Kazincbarcikán nevezessenek be. A november 27-i ülésről további részleteket tudhatnak meg a kazincbarcikai mozaik decemberi számából. A képviselőtestület következő munkaterv szerinti tanácskozását december 15-én tartja, melyet aznap délelőtt 11 órától vágatlanul tekinthetnek meg a KVTV csatornáján. Felkészült a térre a Barcika Park Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. A cég dolgozói az őszi munkák elvégzése után már a havas évszakra koncentrálnak. Noha nagyobb havazásra még nem kell számítani, a személyi állomány, a gépek és a logisztika is készenlétben várja a téli, csapadékos, hideg időjárást. December első hetében beköszöntött az igazi tél, már az első hó is leesett Kazincbarcikán. Ez a hó ugyan gyorsan elolvadt, de ha nem így történt volna, a Barcika Park Kft. Munkatársai egy pontos útvonaltervet követve elvégezték volna a hókotrást. Ennek a tervnek köszönhetően minden közterületre eljutnak a városban, ahonnan a havat szükség esetén el kell takarítani. A mostani hóesésnél a hókotrógépeket sem kellett kiküldeni az utakra, de a téli szezonra készülve természetesen ezek a berendezések is készenlétben állnak. A gépeink rendben vannak. Három kis gép lesz ellátva tolóval, illetve szóróval, anyag szóróval, és itt van mögöttünk kettő nagy gép, ami szintén ezt a feladatot fogja ellátni. Dolgozóink létszámilag megvesznek hozzá, szerszámok vannak hozzá, a szóróanyagot beszereztük, az induló szóróanyagot, ami ehhez az egész feladathoz szükséges. A közterületek téli takarítására a Barcika Park Kft. Felkészült. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy az üzletek, boltok, a társasházak vagy a kertvárosias övezetekben a lakóházak melletti járdák tisztán tartásáról a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk. A családi házas övezeteknél természetesen családi házas lakosoknak kell ellátni ezt a feladatot a járdákon. Az üzleteknél az üzletek előtt az üzlettulajdonosoknak kell ellátni. A többi terület viszont a miénk, tehát azt mi megyünk és csináljuk, megoldjuk ezt a problémát. A városüzemeltetők tehát készenlétben állnak. Ha szükséges, azonnal elkezdik a téli síktalanítási és csúszásmentesítési munkákat, illetve folyamatos hóügyeletet tartanak. Szerencsére rendkívüli helyzetekre egyelőre nem kell számítani. A meteorológusok a hét második felére csak kevés csapadékot mondanak Kazincbarcika térségébe. Havas esőt és hószálingózást december második hetére ígérnek. Színes programokkal hangolják az ünnepekre a barcikaiakat. Az adventől újévig elnevezésű ünnepváró rendezvénysorozat november 30-án, advent első vasárnapján kezdődött. A színes város koncepció jegyében a programok azonban nem csak a vasárnapi gyertyagyújtásokkor, hanem egész hónapban várják az érdeklődőket. Az ünnepi fények felkapcsolásával vette kezdetét az első adventi kolzó november 30-án. A műveletben Szitka Péter polgármesternek egy tucatnyi kisgyerek segédkezett a főtéren. A zenés programok a Csiribiri Együttes adventváró buliával kezdődtek, akik vállalkozókedvű gyerekek segítségével elevenítettek fel ünnepi dalokat. Őket a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium kórusának fellépése, majd a miskolci Főnix tűzsonglőrök látványos bemutatója követte. Az első adventi korzó sztárvendége Molnár Ferenc Karamell volt, aki este 6-tól körülbelül 3-4 órán át szórakoztatta a közönséget legnépszerűbb dalaival. A koncertet követően a város adventi koszorújának első gyertyáját Szitka Péter polgármester Karamellel együtt gyújtotta meg. A korzó a további adventi vasárnapokon is folytatódik, december 7-én Kálai Szánder Szandrás, 14-én Király Viktor, 21-én pedig a Paldödő lesz a sztárvendég. Az adventi korzókat megelőzően délelőtt a gyerekeket karácsonyváró játszóházakkal várják majd a Gyermekek Háza kézműves ház munkatársai. December 5-én rendezik meg a Városi Mikulás ünnepséget. A programok 16 órakor kezdődnek a Rákóczi téren, ahonnan a Gerilla Mikulás futás indul, és a Mezei István Művészeti Központban. A délután során az érdeklődők ellátogathatnak a Mikulás Rákóczi téri házába, lehetőség lesz lovagolni a Mikulás paripáin, de lesz még többek között könyvtárkóstolgató, diavetítés, arcfestés és kézműves foglalkozás is a gyermekek házában. A programokkal párhuzamosan a Városi Uszadába is ellátogat majd a Mikulás. Az advent színei és ízei is megjelennek idén Kazincbarcikán. December 4-én Macskási Izolda örökké című kiállítása nyílik meg a Kis Galériában.
December 10-én a Mezei István Művészeti Központban nyílik karácsonyi kiállítás, a Gömöri Kézművesek Társulásának rendezésében, a Gyermekek Házában pedig a Szerencsi Zempléni Múzeum gyűjteményéből összeállított tárlat régi karácsonyi képeslapokat mutat majd be. És még egy program december 10-ére, ekkor lesz Guba Péter Mesék habbal, avagy Borsodi Sörmesék egy című könyvének dedikálással, Barcikai Csodasörrel és Sörkorcsolyával egybekötött könyv bemutatója. Koncertek is színesítik az ünnepi rendezvényeket. December 11-én a Szent Család templomban Vásári André, hazánk egyetlen férfi szopránja ad koncertet ünnep címmel. Január 10-én szombaton pedig újévi hangverseny lesz az Egressy Béni Művelődési Központban, az 50 éves Kodály Zoltán Művészeti Iskola Melódia Kamarazenekarának közreműködésével. A programokról részletesen a Barcikart weboldalán olvashat. Megújult a Kazincbarcikai Kórház 24 órás sürgősségi gyermekellátás szobája és vizsgálója. A kezdeményezést, melyel a beteg gyermekek kórházban töltött ideit teszi kellemesebbé, több kazincbarcikai vállalkozó és civil is támogatta. Két év szünet után áprilistól újra üzemel a 24 órás sürgősségi gyermekellátás a Kazincbarcikai Kórházban. A részleg újraindítása rengeteg családnak jelent könnyebbséget, hiszen havonta 600 gyermeket tudnak itt helyben ellátni. Mivel ilyen sok kisbeteg fordul meg a sürgőségén, ezért a nemrégiben alakult első Kazincbarcikai Üzleti Klub Egyesület tagjai úgy gondolták, hogy érdemes otthonosabbá tenni nekik a sürgősségi szoba és vizsgáló helységeit. Először kapott ez a helyiségcsoport egy tisztasági festést, majd felszereltünk egy plazma tévét, egy DVD lejátszót, DVD-ket is a klubtagok hoztak tulajdonképpen. Volt itt egy 40 éves pihenőszék, amin a hozzátartozók várakoztak, itt még a gyermekeknek adott esetben egy infúzió lecsöpögött. Most kapott ez a részleg két kényelmes pihenőszéket. Játékokat is felajánlott egy 11 éves kislány, aki azokat a játékokat hozta el nekünk, amit úgy gondolt, hogy szívesen felajánlana a kisbetegek részére. A leglátványosabb változás a szobák falán látható. A színes mesébe illő festményeket a három főből álló La Cosa Nostra team álmodta meg és kivitelezte. A csapatnév magyarul annyit tesz, a mi ügyünk. A team tagjai hűen a nevükhöz lelkiismeretes munkát végeztek. A két helyiség kifestése körülbelül 10 napot vett igénybe. Az egyik helyiséget Nádudvari Tamás festette ki airbrush-sal, airbrush technikával, a másik helyiséget Bíró Lackó festette ki akrillal. Azért ezeket a technikákat választottuk, mert ez könnyen sterilizálható. Az éjjeli két éjjeli szekrényt és az infúziós állványt Zomenz festékkel festettük le, és a későbbiek folyamán rózsaszín virágokkal dekoráltuk. Olyan motivumokat próbáltunk kiválasztani, mely a gyermekeket, gyermekeknek a kórházban töltött idejét egy picit otthonosabbá teheti, vagy esetleg megkönnyítheti. A technikai berendezések, a játékok és a festés mellett a szobában új szalagfüggönyt is felszereltek, illetve vidám fal és ajtómatricákkal díszítették a sürgősségi helységeit. A karácsonyi vásárlás veszélyeire figyelmeztetnek. Információs nap az ifjúsági közösségi szolgálatról. Mikulás napi programok városszerte. Képes hírén következnek. Az adventi időszak és a karácsonyi vásárlás veszélyeire figyelmeztet a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság. A kapitányság közleményében többek között azt javasolja, hogy látható helyen ne hagyjunk értéktárgyat autóinkban, a gépkocsi ajtaját még akkor is zárjuk be, ha csak pár percre szállunk belőle ki. Tömegben tárcát, iratot csak belső zsebben vagy táskában tároljunk. Bankautomata használat előtt a kártyabefogadó és a pénzkiadó nyílások sértetlenségét is érdemes ellenőrizni, illetve a PIN kódot soha sehova ne írjuk fel. Bűncselekmény esetén hívják az ingyenes 107-es és 112-es telefonszámot, vagy tegyenek bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon rendőrőrsön. Az ifjúsági közösségi szolgálat jelene és jövője volt a témája a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma által szervezett információs napnak december 2-án az Egressy Béni Művelődési Központ klubtermében.
A rendezvényen Bájár Attila Gyula, a Borsod Abaúj Zemplén megyei pedagógiai intézet pedagógiai szakértője előadásában hangsúlyozta, az ifjúsági közösségi szolgálat nem egyenlő az önkéntes munkával. Az eseményen résztvevők megismerkedhettek az ifjúsági közösségi szolgálat jogszabályi hátterével, azzal, hogy hogyan rendelkezik erről a nemzeti köznevelési törvény, a nemzeti alaptanterv, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete. Mosolyvadász elnevezéssel szervezett műsort az Új Kazinci Baráti Kör, a kazincbarcikai fogyatékos személyek nappali intézménye gondozottjainak. Az eseményt a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából rendezték, ahol a baráti körrel karöltve műsort adott Kotner László és Tamás, valamint az Én Éternum Gospel együttes is. A zenés műsorok után meglepetésként a Mikulás és Krampusza is meglátogatta a gondozottakat. A rendezvény a májusi gyermeknapihoz hasonlóan hatalmas siker volt, amit szintén a baráti kör szervezett a fogyatékkal élőknek. Idén is meglátogatja a Mikulás a kazincbarcikai bölcsödéseket. A nagyszakálú csütörtökön érkezett az egyes számú bölcsödébe, ahol csoportról csoportra járta az intézményt. A kicsik és a nevelők énekkel és rövid műsorral köszöntötték a télapót, aki ezután minden gyermeket Mikulás csomaggal ajándékozott meg. A Mikulás látogatása pénteken a kettes számú bölcsödében folytatódik. 105 hátrányos helyzetű óvodás és iskolás gyermek kapott csomagot a Mikulástól az Egresi Színház termében december 3-án. A zenés műsorral egybekötött ajándékozást Risper Pál önkormányzati képviselő szervezte. Vidám gyermekzsivaj töltötte meg a Művelődési Központ színház termét szerdán délután. Az apróságokat és szüleiket a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai szórakoztatták egy interaktív műsorral, mely során jól ismert karácsonyi dalokat adtak elő. Az előadás közben megérkezett a Mikulás és a Krampus is, akiknek Risper Pál segített átadni az ajándékokat. Az önkormányzati képviselő idén már 6. alkalommal adományozott édességgel teli Mikulás csomagokat rászoruló gyermekeknek. Most 105 gyerkőc kapott ajándékot. A gyerekek kiválasztása az intézményekbe történt, tehát a pedagógusok választották ki, hogy mi alapján, én azt nem tudom, de mindenkit szeretettel fogadtunk. Én nagyon nagy meglepetés volt, ahogy a színpad fel van díszítve, illetve a Kodály Zoltán Művészeti Zeneiskolának a produkciója nagyon jó volt, és úgy érzem, hogy a gyerekek is nagyon jól érezték magukat. Tehát egy tartalmas órát, jó órát töltöttek el itt a gyerekek. Ahogyan azt felvételeink is bizonyítják, a rendezvény nagyon sikeres volt. A jótékony célú kezdeményezéssel idén is több mint 100 hátrányos helyzetű gyermeknek sikerült mosolyt csalni az arcára. A folytatásban egy jótékonysági felhívás következik. Daganatos megbetegedésben szenvedő gyerekeknek és az őket ápoló gyerekosztályoknak gyűjtenek adományokat. A civil kezdeményezést Pintér Tímea és párja indította el, akik 2013-ban vesztették el 3,5 éves kisgyermeküket, Áront. Az anyuka, családja és barátai azóta elkötelezetten segítik és támogatják sorstársaikat, és a gyerek azon osztályait, ahol Áron hősies küzdelmét vívta. Tartós élelmiszereket, játékokat, egészségügyi felszereléseket, pelenkákat és minden hasznos tárgyat szívesen fogadnak, hogy a nagybeteg gyerekek karácsonyát gazdagabbá és boldogabbá tehessék. Részletek a Facebookon, a Baba és Angyalai címen. Újabb 3 pontot szerzett a vegyész. Hétvégén sportos Mikulás is lesz Kazincbarcikán. Újra Kály gála a tornacsarnokban. Könnyed játékkal 3-0-ra nyert hazai pályán a VRCK pénzügyőrrel szemben múlt szombaton. A Barcika csapata annyira magabiztosan játszott, hogy az NB1-ben újoncnak számító budapestieknek csak egyszer sikerült 2 pontos különbségig felzárkóznia a hazaiakhoz. Dudás András fiai a férfi röplabda NB1 11. fordulójában torony magasan nyerték mindhárom szettet. A vegyész RC a tabella 3. helyén áll 26 ponttal. Legközelebb december 7-én hazai pályán fogadja a Barcika Szolnok gárdáját.
December 10-én pedig a Magyar Kupa mérkőzésen a legjobb négy közé jutásért a tabella első helyén álló Finó Kaposvár csapatával küzd meg a vegyész a tornacsarnokban. Sportprogramokat is hoz a Mikulás a barcikaiaknak. December 5-én a Városi Mikulás ünnepség keretein belül rendezik meg a szaloncukorosztással egybekötött Mikulás gerilla futást. A Rákóczi térről induló sportprogramon való részvétel feltétele piros ruha és Mikulás sapka viselése lesz. A Kazincbarcika Berente fedett uszodában pedig december 5-én és 6-án a közönségúszáson a résztvevők ajándékot kapnak a Mikulástól. Szombaton a küzdő sporté lesz a főszerep Kazincbarcikán. Idén már 15. alkalommal rendezik meg a Superinfo Mikulás kupát a tornacsarnokban, ahol a Kazincbarcikai Küzdő Sportegyesület három versenyzője indul K1 versenyszámban. Az est legizgalmasabb mérkőzésén a világkupa ezüstérmes Spét Norbert áll a ringbe, így Józsa Ádám és Kis Zoltán mellett neki is szurkolhatnak a küzdő sport szerelmesei. Végül még egy nagyszerű sportprogram. Lócanapi fitnessürületet rendeznek december 13-án a KSK munkacsarnokában. A program során több generáció, 60-asok és fiatalok együtt hangolódhatnak a közelgő ünnepekre egy utolsó, nagy közös mozgással. További részletek a Barcikart Kft. Facebook oldalán. Jegyek 600 forintos áron a KSK-ban és az Egresiben válthatóak. Ez volt a KVTV híradója december 4-én. Friss információkkal legközelebb jövő csütörtökön ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!